Szevasztok, szerda, regulár adás. Akárhogy igyekeztem, akárhogy számolgattam, halljátok, nem fér bele egy nap, megnézzek négyet, úgyhogy kicsit tanástalan vagyok, hogy itt a maradék hogy lesz, mert most három mérkőzést ugye kitárgyalunk szépen ügyesen, de hogy akkor holnap, hogy lesz-e valami, vagy átcsúsztatom majd péntekre, vagy elfelezem, azt még magam sem tudom, úgyhogy kitartást, hogy ha valaki még arra vár, akinek a csapata nem volt, most néhányan befejezhetik a várakozást. New Orleans Pittsburgh-el kezdjünk így hangolódás gyanánt. Kenny Pickett bye week-ről visszatér, dobál egyből távolra feljön, hát már nagyon ki van pihenve, labda éhes. Pickensnek nem jó, messzire. Gyere kicsit közelebb, az ott már sokkal jobb. Még Olszewskit is beküldik támadni, tapaszból, nem nyernek sokat. Najee, az első számú futó, terjengtek pletykák, hogy nagyon nem örül neki a séf, hogy ilyen sokat táncolgat, ráadásul olykor a pályán, de hát ő kapja az első cipelést. Pickettnek a kiforgatása sikertelen, majd Freiermuthnak a célba vétele is. Chris Harris deflektál a védelemből, hát akkor az egy pant lesz a 9-esre. Daltont felismerik a nézők. Alkisher, vagy mi a fene stadionban van a mérkőzés, Ekrisher, azt hiszem, hát könnyű megjegyezni. Szóval, annak ellenére, hogy még régen, nem ez volt a stadion neve, járt már itt Dalton. Megnézik, kiabálnak neki, nézd, majd a Dalton a Saints-be van. Ó, hát akkor több se kell a szurkolóknak. False start. Összezavarják ott a hang orkánban. Alvinka fut a labdával. TJ Watt szereli. Visszatért TJ Watt. Igen, hát még jobban kiabálnak a nézők. Nyilvánvaló. Taysom, menjen be, akkor próbáld meg. Taysomot is elkapják TJ Watt vezetésével. 3. és 13. Alibizés. Nem lehet ilyen közegben veszíteni, hogyha Steelers vagy, hát bele kiabálják őket a győzelemre. Így, mert visszatért a vezér defense-be, csapatba. Ráadásul a Dalton van a másik oldalon, kizár dolog a vereség. Najee, Harris, decizív futások, ahogy arra fele várják. Döntsd el, mit akarsz, nem baj, rossz döntést hozol, csak tarts ki mellette. Jó, rendben. Chris Harris, aki nem rokona, blitzből érkezik, oké, slot corner, hát sokszor megy, szek van belőle. Hajd Chris Harris. Dervin James-re itta magát. Leütögetett hátul, előre mész, szerel, szeket csinálsz. Az öreg Chris Harris-szel, nyugodjon meg. Holnap véletlenszerű dopping teszt. Haywardot beküldik támadni. Nem Cameront, bár lehet jobban járnánk. Kicsi Connor Haywardot. Nagyon keményen szereli Alon T. Taylor. Gondolkozzál már el, Connor Hayward hallott. Fullback vagy, vagy mi vagy? Hát mondjuk, Titannek nem nevezném, fullback vagy, segre fejjel egy cornerback. Úgy, találkoztok, plöty, szétfolysz a gyepen. Valahogy ez a Hunter Lupkival ritkán fordul elő, hogy csak egyet mondjak, világ sok fullbackje közül, hogy ez Hunter. Sokszor szokta ott lefeküdni, amikor jön a corner, ó, hát ritkán. Hát biztos volt olyan, amikor 3 évesen játszott a 14 évesek ellen, akkor olykor meg tudták fogni, de hát azóta nem igazán. Bezzeg itt ezt a Haywardot. Ó, fiú, változtasd meg a nevedet. Hát, ha ott kiderülne, hogy marasztalnak-e akkor is, hogyha nem vagy rokon. 3. és 13. Freiermuth csinál 11-et, hát akkor támadás, mutatja a séf, nincs kicker, szóval. Majd egy ilyen szélhámos gyerek azt mondja, tud rúgni, de hát hiszi is, meg nem is. Lényeg az, hogy a Buswell nincs ott. Warren elkapja a negyediket. Kenny P. dob. Alon T. Taylor majdnem elviszi. De defense pass interference után. Első éves cornerback. Hát főszereplő a mérkőzésen. Hogy játszottál Alon T.? Főleg a futás ellen voltam jó. Sok szereléset volt? Sok.
corner vagy. Red zone-ban előkerül Diontae Johnson. Lehet, hogy mindvégig ott volt. Nem, hogy éppen megy a meccs egy ideje, ő meg ott a 20-ason belül vár. Galambok, tele, félpálya tele volt galambal, azt láttátok, hát mi történik ezekkel, hallod? Nem lehet őket kitiltani sehogy? Lehet, hogy kitiltották egy csomót, de ezek másikak. Jaj, Nagy az egyesre vetődik. Pickens futott TD belül, George Pickens. Hát ez a Chase Claypool emlékcsomag. Azt most akkor neked szánják, akkor belül kellene valahogy wide receiverből átcsorogni. Dalton meglátja Trotmant a szélen, az ott egy 18 yardos indítás tőle. Taysom is indít egy labdát. Kamara felé, incomplete, de hát ettől majd jobban tisztelik. Összesúgnak, hogy figyelj, Taysom most itt eldobtad, hát ezonnal hátra seggel majd mindenki, hogyha legközelebb bejössz támadni. Vagy nem. Harmadik és 9, egy complete pass Kamarának, csak kevés yard. Hát akkor ez pont. Pickett futna, de hát odaférnek hozzá. Nem ér ki a szélre. Kalicsban meg lett volna, ott el tudott volna menni, de hát még tapasztalnia kell NFL sebességet, főleg a scramblingnél. Kalics atléta. Kentavious Streetnek roughingja megmenti a drive-ot. Najee átfut egy védőn, PJ Williams gyámoltalan szerelési kísérlet, elhajt mellette a running back, de hát a végén még Najee esik rosszul. De hát azért rosszul esett a védőnek is. Ennyit ráírtak, nagyon sok yard a kontakt után, 20-asra viszi a csapatot Najee Harris. Kenny Pickett csak egy 6 yardos tud megdobni, a célterületen nem talál embert, és az Endurance se segít. Simsnek adták ezt most oda. Claypool emlékcsomag mi? Field goal 33-ról. Wright betalál. 10-0. Big Ben kint van a mérkőzésen. Roethlisberger a páholyból figyelgette találkozót. Ha esetleg be kellene állni, mert sérülés van, akkor azért stoplis cipőt hozott. Biztos, ami biztos. Chris Olave elkezdi a termelést, hogy ez egy fontos párharc év támadó újonca díj szempontjából, mert hát mégiscsak. Azért Kenny P, quarterback, azért az könnyen megnyeri, de hát azért Olave. Hát ő meg az én tippem, azért az sokat segít. Úgyhogy megy felé a labda, megfogja kezével. Jarvis Landry is játszik, de felé hiába céloz Dalton. Egy visszatérője van ugye, most így a Saintsnek, Jarvis Landry. Jó, ha egy visszajön, három kidől. Három új kidől, úgyhogy hát szokásos módon. Főleg a falból. Saints támadó falból, hát ott már nem nagyon ismerik egymást a fiúk. Itt még igen, de hát egyre kevesebben vannak. Mindegy, lényeg az, hogy a Jarvis Landry visszajött, majd ő ezt feletteti. Állítólag. Slot fade-et dob Olave felé Dalton, az elég jó labda. Övé is, már mint Olavéjé, de Mollett karja útban van, és így incomplete. Hát ez rettentő kínos. Azért ne haragudjál már, Chris. Fölmész, leszeded, nálad van aztán egy Arthur Mollett. Megakadályoz benne, hogy hosszú elkapást bemutassál. Ráadásul mindezt harmadikra. Lemegy, csóválja, hát tudja ő is, hogy ez most borzasztó volt, az ő hibája minden. Kitől várnád a nagy játékot, nem Olavétől? Hát ez így pont akkor, hogyha már tese. Kenny mozgásból kellene, hogy ügyködjön, ez nem történik meg. A Saints D meccseli a fizikalitást, amit ott lát a túloldalon. DeMario Davis, Adibo, ismerjük őket, nem mennek a szomszédba egy kis keménységért. Three and out. Taysom handoffot ad Alvinkának, nagy siker van belőle. TJ Watt már rátámad az irányítóra, tehát ott bejön Taysom, TJ-t nem igazán érdekli, hogy lehet, hogy ebből handoff lesz. Ő elmegy a snap, már boom, már irányítóra ráfejjel, hát ez most pont átadta, de úgy van vele, így is megérte. Play action, Jarvis Landry mozgatja láncot. Jarvis Landry biztos vagyok benne, hogy csak fürgébb lesz, ahogy öregszik. Az hogyan lehetséges? Nem lesz az. Rashid Shaheed újra támad. Ugye Shaheed, Saintsnek titkos fegyvere, eddig minden érintése vagy touchdown, vagy first down. Tehát már tart a szezon egy ideje,
van egy mintánk, ugye egy fél szezon lement, itt van ez a gyerek, hozzákerül a labda, first down vagy touchdown. Na hát akkor felmegy, dobják neki first down, marha érdekes, de csak ilyen 11-2 yard. Úgyhogy hát már húzzák rá a kabátot egyből, Rashid gyere le, hát ez kevés ide. Taysomot és Landryt jól őrzik, Dalton mozog, na, TJ Watt elkapja. Field goal lesz ebből, 3-10 az állás. Deontay Johnsonnak a drive-ja következik, van egy elkapása, van egy pass interference ellene, mind a kettőnek tud örülni, hát kiváló csapattárs. Najee keresné egy kis helyet, de nincs, Kenny P távolra hiába próbálgat bármit. De a screen pass, hát azt elviszi a Steven Sims aránylag messzire. Zone read-et is hív rá Kanada, bármint a Kenny Pickett-re, igen, nem olyan átütő siker. Aztán Caden Ellis szekket jegyez váratlanul. Nagyon szépen álcázta, hogy fogalma sincs róla, hogy mit csinál. Aztán mikor úgy elkönyvelte volna KP, hogy hát ez a gyerek, ez meg hátot forít nekem is pass rush-ról. Arra odafordul, elkapja. Hát micsoda kiváló dörzsölt játékos. Field goal távolságból kiszekkeli Caden Ellis ezzel az ellenfelet. Harvin 13-asra pantol. Ó, Pierre meg interferál. Múltkor azt mondtam rá James Pierre-re, hogy Olsen Pierre, hát jó. Öt azért nehezen keverem össze, hogyha látnám, de fejemben azért van baj néha. Two minute drill, Landry elkapás, fut középre, Highsmith, mármint hogy úgy fut középre, hogy megvan elkapás, len van szalad befeladodni a pírónak, hogy jöjjön a következő játék. Highsmith sack. Egy spin move után már ott van Daltonon. Olavi azért nem adja fel a drive-ot, azért még kéri a labdát. Harmadik és négyre felhozza a csapatát. Juwan Johnson elkéri, robotzsarú mellett van, nyerhető párharc, ugye régen volt már azért megolajozva. Kétszer is oda juttatja neki a labdát Dalton. Aztán egy pumpálás, Olavit telibe kapja Casey. Hát az nem ér. Nincs nála labda, aztán jó, megütöd. No. 15-ösön a szabálytalanság. Vörös zónás démonná kijelenthetjük, hogy átváltozik Juwan Johnson, és nem garbage time-ban szerez touchdown-t, ellentétben a korábbiakkal, már a negyedik touchdown-ja idén ennek a Juwan Johnson nevű karakternek, ezzel vezeti a New Orleans Saints csapatát. Úgyhogy X-re behozzák, él a kapcsolat Daltonnal, hát ez a jövő valószínűleg. 13 másodperc az órán, Pickett fut egy kicsit, aztán elesik. Jó, szünet legyen. Én nem tudom, hogy mi lett volna a terfallod itt a kis kezű, hogy majd eldobja 70-ről touchdownra, vagy mi lett volna. Hail Mary-t nem dobja el feléig se. Landry, milyen jól elszakad, mondja Amin. Talán ő volt a kommentátor. Tehát hogy megállapítja, hogy a Jarvis Landry, kiváló szeparáció, jó, zászló támadó pass interference. Így már összeáll a kép. Tight end keresés, nem adja meg a 20 yardot, amire szüksége van a Saintsnek, pont. Pickett fellép, 23 yardot fut előre. Oké, karrier csúcs, profi körülmények között. Ezt mondták neki, próbáld meg belül. Szélre nem nagyon érsz ki. NFL atléták ellen, hát akkor itt kell előre menni, középen. Hát abban nincs semmi veszély, ugye? Najee Harrisnek idén egy darab futása volt, ami hosszabb. Azt ezen a meccsen mutatta be, de hát mindegy, azért meccselni tudja. Pickens harmadik labdáját kapja, 32 yard jön belőle, nem egymás után, hanem így a meccsen, de eljut vele New Orleans térfelére. Endurantot is adnak akkor neki George, hát egész jó az átlagod. Az is csodás szintén, nehézkes, öregesen mozgó New Orleans defense. De lehet csak azért mondom ezt, mert a Cameron Jordan, meg a DeMario Davis, meg a Tyrann Mathieu már nem most kezdték. Minden esetre el tud körülöttük szaladgálni a Pickens. Kenny P ismét előre iszkol, működik, utána Onyemata viszi le mínuszba sokadik próbálkozásra, de azért van olyan, elkapják. Najee felé jó a wheel, amit elindít Kenny. Nem tudja behúzni a touchdown-t, pedig az oda volt rakva a helyére.
Screenpass-t kidobja Sims mellé mérgében Kenny Pickett, hogy az előbb nem jött meg a TD. Ja, hát mit számít, hát így is úgy is field goal, nem? Jön a Matthew Wright 39-ről mellé. Juwan Johnson cserben hagyja Daltont. Így a második legjobb verziót veszi elő. Az ki lenne Saints támadó játékba? Kelövé inaktív. Hát akkor az Olave. Igen, first down csinál Olave. Daltont meglepi a snap, miközben a idegen névtáblákat olvasgatja az előtte lévő támadó falon. Azt mondja, Young, Kid, Ruiz, őt ismerem. Jön a snap, oppa, várjál, hon van ez? Ja, Ruiz megsérült, akkor ide mi van írva? 3. és 18 kamarának az alibinek számít. Pont. Gillikin elrúgja kettesre. Connor Hayward újra támad, na, most talpon tud maradni, nagy kiterjedésű, liga legkisebb tight endje, most már akkor tight end legyen akkor az. RPO Freiermuthoz eljut, Adibo arcba nyúl, nagyot harcolnak a Pickens-szel, hát van olyan, muszáj bele nyúlni. Najee Harris egy ritka tízessel erősíti kezdő pozícióját, hát ezen a meccsen egyértelműen kiderül, Warren marad a padon. Johnson bejut Adibo mögé, úgyhogy végre egy sikeres mélységi felderítés Pickett fiútól 30 pluszos passzjátéknak a gazdája. Najee-nak direct snap mutatja, mennyire ötletes Kanada. Amúgy nincs bajom Matt Kanadának a play hívásaival, hagyd mondjam el, tehát amit akarsz, az azért megadja, hogyha Pickett nem dobna interception-öket, mint például ezen a meccsen, akkor nem tűnne fel egyébként, hogy most éppen milyen az offenzív koordinátor, hát a hót elfogadható közepes munka. Najee kicsit erősködik a vörös zónában. Statisztika. Leghosszabb Pittsburgh offenzív touchdown idén 8 yardos volt. Azóta leghosszabb. Hát egyelőre 12-esen vannak, hát akkor nem visszük be, a messze vagyunk. Beszélgetik egymás között, az igaz. Kenny kanyarog sokáig, de nem előre. Hát akkor field goal, az bemegy. Dalton előre pofoz egy labdát Landry felé, Casey interception. Lényegében levette neki a wide receiver, tehát így beleüt, jó, akkor köszönöm. Megvan belőle a pick, ez egy ilyen szezon Daltonnak. Még hogyha normális labdákat is oszt, odaütik a védőknek. 44-esről startolhat a Pittsburgh. Najee fumble, de marad náluk. Warren beáll, elkap, jakozik. 20-ast beírhat. Adibo ölelgeti Freiermuthot kicsit, hát a zászló. Jogosnak látja értő közönség Pittsburghben, hogyha egy hazai védőre dobnák, hát akkor mocskos csalás, érted? Itt meg akarják veretni a csapatot. Így, hogy az Adibóra dobták Freiermuth ellen, na jó, vezeti. Én azt gondolom, ez be kell dobni az ilyet. Így. Ez a büfé fele ezt mondja, a másik fele éppen iszik, ők nem foglalnak állást ilyen szempontból, még egyet kérnek, ennyi hallatszódik csak. Sneakelés, touchdown. Kenny Pickett. Azt láttátok a Foxon a rajzát Kenny Pickettnek? Hát hasonlít a Joey Bosa-ra. Az is valami, mert van, akinek senkire se hasonlít, de hát most mindegy, most minden nem sikerülhet. Megnézni a Bosa-t, akire rajzolta, hogy az mennyire hasonlít, és kire. 20-10 az állás, kevesebb mint 9 perc van. New Orleans gyorsan negyedik és sneakre kényszerül. Hát ott lenyomják a Daltont. Már a saját tér felé nincs meg a sneakelés. Legjobban Robert Jarú, Robert Spillane az, aki örül, úgyhogy hát tegyük fel, hogy akkor ő ért oda, de hát nagyon sokan odaértek. Cserebere fal mögött nem tudott a Dalton átmenni. Freiermuthnak egy screen paszt megcsodálhatunk, ahogy lőtávolságba jut vele, és akkor a right jön. Azt hiszem, hogy a Chiefs-nek a gyakorló csapatából hozták el. 48 yardról karrierje fenntartásáért. Kapura rúg, mert fiú, ezt nem bírod berúgni, hát akkor itt az NFL-ben nincs helyed. Odaáll, vérhólyagot rúg a labdával, lemegy. Hát Matthew, ez nem lesz egy hosszú túra már megint. Daltontól még akkor kipaskolja a labdát Highsmith, de visszapattan hozzá. Kevin White
felé jump ball érkezik, feldobja messzire Kevin, hát ez a tied lesz, nem. Interception lesz, védő, Levi Wallace lehúzza. Hát ez a különbség van, egy kezdő corner, gyakorló wide receiver ellen, aki már régóta gyakorol már. Úgyhogy kockáztatott Dalton, hát ha elviszi a csapattársa, nem viszi el. Turnover. Pittsburgh megtartja maradék időben a labdát, és 3-6-ra javít mérlegén a viharvert 3-7-es ellen. Hát ez a New Orleans, ez eléggé sok problémával küzd. Leginkább azzal nincs ember már lassan, megálmodottak közül a pályán, de hát aki meg van, az meg nem úgy játszik, ahogy kéne, úgyhogy nagyon alsó házi csapat benyomását kelti ez a New Orleans legtöbb alkalommal, és most már inkább az a kivétel, amikor nem. Steelersnek az ilyeneket azért meg kell nyerni, Pikittet ezzel lehet építeni, hogy majd ebből tanul, majd ezzel együtt érik a csapattal. Nem adta el, úgyhogy igazából itt egy fontos része meg volt, mert azt tudtuk, hogy ezt meg lehet nyerni védekezéssel. Ez megtörtént, azon kevés találkozó egyike, ahol eltaláltam, ki nyer. A hét egyik legjobb meccse után, hét másik legjobb meccse, következik Dallas Green Bay Prestige találkozó, Mike McCarthy itt van a Lambeau Fielden, ilyenkor általában Green Bay nyer. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez mennyiben változik. Ő csapata most a Dallas, Turpin, kickoff returner 39-esre hordja vissza. Zeke Elliott sérült, úgyhogy Pollard a futó. Odaér a safety korán, leszedi, paszt meg elejti Pollard, 3. és 9, Prescottot megzavarják, 3 and out, Aaron Jones, 3 érintés, first down, plusz besegít nekik, hogy Donovan Wilson kívül löki már el. Bejön AJ Dillon, 3 darab futás, az is first down. Nem lökik el kívül, úgyhogy kiagyott Zitzer LaFleur-tól küld ki a szélre, hát ha itt a szabálytalan kovbolyok majd még tesznek hozzá. Ha belül csinálod, akkor erre nincs esély. Rodgers-el mi van? Rodgers ő ilyen beugratás specialista, ő csak azért van ott, kiabál, hogy hát ha valaki beugrik, de nem. Olyan, hogy dobás, olyan van, akkor a Christian Watson elejti. Egymás után 2-szer. De nincs harag, természetesen a Christian, megint elejtetted, mi a helyen szoktad mindig ejteni, nem baj, hát így kedvelünk téged. Így is oda tudunk menni egy field goalhoz, mondja boldog Rodgers. Crosby 54-ről. Alá, mellé. Ismerjük a fölé-mellé rúgást, hát közeledik a világbajnokság, lesz belőle bőven, és ez egy alá-mellé Crosby részéről, tehát ami a kapu tudott, hogy van, nem megy el odáig, és egyébként mellé megy, szóval. Azért 54-ről van, aki el tud rúgni a kapuig, mondjuk Eddie Pinheiro nem tud, őt nem engedik oda se rúg, de Crosby általag igen, megpróbálhatta. Noah Brown. Dallas Cowboysból ő nem hajlandó megfogni csak a rásnak a passzát, úgyhogy dobja neki Prescott, zsebretett kézzel nézi, hogy itt ez leesik a földre, majd ha Cooper visszaáll, akkor esetleg majd nyúlok érte. CD őt a bokájához kapja, úgyhogy hiába tol külsővel, utána az már nem számít, 3 and out. Aaron Jones halad a földön, és a Green Bay elkapások vezére eddigi legtöbbet, aki szerezte, az is hozzáér. Na, ki ez az ember? 7 yardot csinál. Robert Tanyen. Neked van a legtöbb, ha 7 yard, az sok ezen a szinten. A futók ezt a drive-ot is kisajátítják, de 3. és 2-re nincs helye Aaron Jonesnak. 4. és 5 az csak ugratás. Nyilvánvalóan pont. Dallas utánozná akkor ezt a sok futást, azért McCarthy. Figyelget, hogy te vagy ez az új generációs LaFleur, miattad kirúgtak. Hát akkor nézzük, hogy te mit találtál ki. Jó, akkor mi is futtatjuk. Az mit jelent? Holding. Igen, de hát Pollard a 10-valahány yardos playre is képes. A 3. és 1-et maga Prescott tolja át. Dak Prescott lábával megy előre. Régen ő tudott mozogni.
Ne röhögjél, volt ilyen. Amióta megy a YouTube csatornám, hát azóta nem, de 2016 és 19 között Dak Prescott egy mobilis irányítónak számított, így van, aki olykor előre fele haladt. Na most ez megszűnt totálisan, de itt a példa, olykor még véletlen áttéved a sárga vonalon. CeeDee Lamb megforgatja Savage-et, 20 yardos labda megy neki. Ugye, hogyha belül játszik CeeDee Lamb, azért az valószínűleg ilyen matchup problémákat okozhat, nem ideális a Green Bay defensív személyzetének, úgyhogy azt szeretnék kérni tőle, hogy figyelj már, CeeDee, menj már ki oda szélre Jairhoz, nekünk ő itt a legjobb corner, hogy akkor, hogy ti legyetek ott, hogy ez jobban el tudnánk osztani, tudod, itt a feladatokat, mert most kint bejössz középre, safety-vel mész, akkor slot corner nem tudjuk hogyan, úgyhogy nem lehetne? Hát meglátja majd még CeeDee, hogy hogyan tovább. Újabb negyedikre áll oda, Dak, az egy sneakelés, sikerül. Nyilván negyedikre támad a Dallas, hát azért McCarthy-t itt a Wisconsin államban a vakmerő stílusáról ismerik meg, meg annál arról, hogy állandóan ott volt a hentesnél, de hát a állandó téma volt, ugye? Hogy már megint neki mentünk negyedikre, vagy most miért nem? Ugye általában a meccsek után, hétköznapokon elő-elő fordult ez. Free play, túl sok edző van a pályán, és túl sok védő is van a pályán. Nem veszik figyelembe LaFleurnak a kiabálását. Hát sokan vannak egyértelműen a védők, de hát menne oda a mester, mutatná, hogy jó, hagyjuk már abba, már időt kérek így meg úgy, ott a bíró körül legyeskedik, de hát elengedik a play. Úgyhogy ez zászlóval zárul. Hát azt gondolom, hogy a Matt LaFleur jóval népszerűtlenebb vevő lenne itt a hentes pultnak a sorában, ellentétben a McCarthy-val. Mert hát ott beáll, érted, megbeszélik akkor, milyen, mit volt múltkor, jó sikerült az, de itt a LaFleur már ugrál folyamatosan, hogy mi van már, miért nem haladunk már, ez kéne, azt kéne. Dallas tight endekkel focizik, utána majd jön a sneakelés, káprázatos támadó játék, ugye? Két bajnok esélyestől, ráadásul, ugye szezon előtt belegondolsz, hát a Cowboys mindig az, Green Bay mostanában az, és akkor ezt nézzük. Sneak, jön a sneak után. Na hát akkor Pollardra hívnak egy kis rezzül-dezzül futást, Kellen Moore is érzi, hogy a nem menő, amit most látunk, ugye, hogy akkor CeeDee legyen irányító, Prescott a futó, és ő adjon még akkor egy extra handoffot a Pollardnak. Ez így jó lesz. És CeeDee Lamb nem csak Whitecat irányítóként, hanem mint elkapó is örömet szerez a szurkolóknak, elvégzi a feladatát. Dalton Schultz a 3 yardosra jut. Lamb a backfieldről indul a következő playnél. Átcsúszik valahogy az embereken, vagy az emberek rajta. Lényeg az, megjátszható. Touchdown elkapás. 7-0. Hát nagyon nagy baj van a Green Bay-nél, hogy itt most 7 pontot behozni, azt nem igen tudnak így, hogy hát egy touchdown az nincs benne pakliban. Ráadásul még a 10-esről indul meg Rodgers. Szekkeli a DeMarcus Lawrence, pattan a labda, a földre emberevők megszerzik, úgynevezett Cowboys D. Rodgersre ráadásul ott ráültek néhányan, miközben harcoltak a balonért. Nagyon elgondolkodik itt a nyugdíjjárulékokon Rodgers, hogy akkor most hogy jön neki, és mi lenne, hogyha itt a harmadik negyedbe visszavonulna. Dak Prescott hátrafele menekül a 9-esről, hát jó, hát mindegy, így is jó, a field goal meg lesz mindenképpen. Green Bay az ellenfél, nem kell feltétlen a TD turnoverből sem. Jó, de még előtte még egy dobás van, jó. Előtt azért bedobja a célterületre Prescott interception. Rudy Ford visszahordja 33-asig ráadásul. Nem kell ide a Jonathan Abram. Kiklaimölték a Vegas-tól. Hát itt van a kiváló safety teljesítmény Ruditól. Hát ez a tied volt, Dak. Nehezen magyarázott, hallod, ez tisztán. Oda vitte a safety irányába. A szél, meg az áramlatok, meg az ösztön. Hát egyik se volt túlságosan jó. Green Bay akkor visszatér a futáshoz, mert ott nagyobb esély van rá, hogy hát ha lesz face mask. Jó, Aaron Jones indul, elszenvedi, tudnak haladni Van Der Esch-től.
De Bakhtiari meg holding, úgyhogy ide is, oda is. Legalább pályán van Bakhtiari, ennek azért lehet örülni. Nem baj, David, hogyha szabálytalan vagy, csak menj föl. Jó, hát ezt megadja nekünk. Harmadik és egy. Meglepik a védelmet egy play action-nel. Watson. Takarodj előre, mondja neki Rodgers. A szemem előtt nem akarlak látni, minél messzebbre menjél. Hozzávágja Rodgers. Touchdown fél pályáról. Na. Hát ezért jött Christian Watson a második körnek a tetején. Én első körnek a végén is elfogadtam volna egyébként, de hát ez. Christian. Tizenvalahány yardok miatt hoztunk ide, hogy kapjál el ilyen rövideket, ilyen 11-2 yardokat? Nem. Minek jöttél? Azért, mert gyors vagy, meg nagy. Hát akkor mélyre mész? Touch. Ugye? Hát erről van szó. Mondjuk a kezed helyén két nagy lyuk van, de ez most pont bement a mez alá ez a labda, úgyhogy kiegyenlít. Hosszú touchdown, 7-7. Christian Watson első elkapott touchdownja. Futva már volt neki. Ugye, a Bisonben egyetemistaként volt olyan szezonja 6 TD, volt olyan, hogy 7, volt olyan, hogy 1. Úgyhogy nem egy touchdown gép, hát arra volt egy másik módszerük általában a földön. Douglas, rutinos cornerback, itt közben már Green Bay védekezik, hallott, ahogy ütemet téveszt Russell Douglas, már rántja az elkapó, tehát itt hátam mögé nem mész be öreg, tehát ott a defense holding az megvan, de explosív play-t azt felejtsd el. Hát 5 yardos büntetés, jó rendben, de megakadályozza, borzasztó dörzsöltem, taktikai szabálytalanságok. Harmadik és 6, Pollard nagy kerülővel fut, lesz belőle 4. és 1. Saját 40-esen mehet a sneak, hát valami 5. szándékból valahogy átdől Prescott, mert hogy ahol akarja nem jó, még mindig nem jó, valahol átjut. Bejön a nyalóka, hogy akkor megvan, vagy nincs meg, és ahogy ott leteszik, hivatalossá válik, hogy hát lehet megvan, ennyiből se tudjuk. Tehát itt van a labda, itt a nyalóka, hát azért nem tudjuk, nagyjából arra van. Azt mondják, hogy jól támadjanak a Cowboys. Prescott 3 méter magasan indít. Többször egymás után, de úgy van vele, én még egyszer picket nem dobok, bassza meg. Jó van, akkor így. Akár a screen nagyon magasan, akár a pálya közepére, itt kilő, kapu fölött elmegy a labda. Hát Prescott, figyeljél már, mi lenne, hogyha kicsit laposabban dobnád? Jó, akkor dobom laposabban, interception, Rudy Ford. Én megmondtam, laposan dobom, interception lesz. Igazad van, de bocsánat, hogy más szerettünk volna. Hát így a 24-esről jöhet akkor a Packers. Érdekes lesz így, hogyha a Prescott így folytatja. Dix leszedi a mezt Lazardról, ez okoz first down-t. Hát több se kell, hogy Jones egy lincs homázzsal beugorjon. Futott TD. Végén nem is szervérintés. Hát azért hadd mondjam el, hogy a Seattle-nek kicsit nehezebb útja volt a célterületig annak idején, mint most itt az Aaron Jonesnak, aki ez nem igen nyúkáltak hozzá, de hát mindegy. Fiatal generációnak meg kell mutatni, hogyan örültek régen. 2 touchdown, 1 fél idő alatt. Na mit szólsz, Green Bay Packers létezik? Ez egy kiemelkedő támadóját? Beszélgessünk róla. Hát nagyon úgy néz ki, a liga egyik legjobbja. Már adnak témát. Hendershot elhagyja. Kirúgás, visszahordás, de visszapattan hozzájuk. Van még másfél perc. Zavarodott Dak Prescott csak Lambet keresi. Ne variáld. Próbáld oda a CD környékére dobni, ő eljut a felező vonalra. Jó, ez érzi Prescott, visszaálltam. Most már akkor menni fog a Schultznak is. Második és 12-re draw futás, az nem rossz, ugye kedvenc playjük Cowboysnál, lásd tavalyi playoff. Gallupnak harmadik és 1-re mehet egy hosszabb, azt az 5-ösön tudják csak megállítani a hazaiak, utolsó időkérést elhasználják. Schultz touchdown-t jegyez a végén, hát ez meglepően könnyen ment. A szünetben döntetlenre alakítja az állást Cowboys. Hallod, Dak. Azok után az előző drive-okban, hát mint hogyha az életedben nem fogtál volna tojáslabdát,
most meg visszapattantál korábban látott kiemelkedő quarterback produkcióhoz. Jó, hát akkor igazodjunk ki rajtad. Olyan vagy te is, mint az a Dallas Cowboys. Green Bay jön a második elején, Parsons megy hátra az Aaron Jones-szal coverage-be. Hát ott kevésbé kell félni tőle. Remek megoldás, sematikusan. De hát így is van elég bajuk, hogy a Parsons nem akar a Rodgersnek az életére törni, mert jön a DeMarcus Lawrence. Egyrészt van egy minuszjáros szerelése, utána meg holding van rajta. Második és 22. Ott az öreg Sam, zárójelbe mi Watkins, és a rapper Calvin Joseph összetalálkoznak. Hát az egy nyerhető párharc, gondolja Rodgers. Oda teszi a labdát. Megoldja fiatal Sammy Watkins. Hát ideje akkor még egyet feltölteni Watson felé. Megjött a kedve focizni Rodgersnek. Az nem sikerül Watson felé feltölteni. 4. és 4. Dallas 42-esén. Jönnek, ugratás, nem ugrik ott senki, hagyjátok már pont. Ilyen jó first down-t megszereztek, mint itt a Sammy Watkins-szal, tehát 20-valahány fontos jó játék, aztán nincs belőle pontjuk. Hát így, nehezen nyer a Green Bay, de hát igazából a defense dolga az, hogy eldöntse saját javukra. 5-ösről kezd a boys. Lognak, Dak Prescottnak a nyakán, Pollardnak a nyakán, hát mikor, hogy? Brownnak csak egy pár yardot sikerül odarakni, 3 and out. Amari Rodgers punt returnnél bubu. Na hát őt azóta ki is vágták, szépen ügyesen, nem tudom van-e már csapata azóta, de többet meg ne lássunk itt, gondolták. Tavalyi 85. pick volt a drafton, 3. kör, összesen 85. választás. Elkapó pozícióban, alig volt pályán, special teamben nettó mínusz. Olyan elkapó játékosok voltak még ott elérhetőek, mint Nico Collins, vagy Amon Ra St. Brown, de hát most ez a scouting, hát kiért hozzá. Na hát ugye régi mondás Texasban, hogy a bubu megtanít focizni. CeeDee Lamb mondjuk eddig is tudott focizni, de újra teszi a dolgát. Állítólag egy ilyen number one wide receiver, az segít az offense-nek. Na most ez Green Bay-ben nem osztják ezt az elképzelést, de hát most úgy nézem, hogy a CeeDee Lamb, hogy ott van a Cowboys-ban, ez segít rajtuk. Bár a Coopert elcserélték, szóval ebben mondjuk osztoznak, hogy nem olyan fontos pozíció az. 8 elkapása van CeeDee-nek, 86 yard eddig, és a 13 yardoson ütik el, miután itt megint csak rohangál a labdával előre. Tony Pollard beszökel, úgyhogy futott TD-vel Cowboys megszerzi a vezetést. Ez itt egy élcsapat, kérem szépen Dallas Cowboys, igazi gangster munka. Megöröklik a labdát, beviszik belőle, turnovert kihasználják, hát olyanok, mint a Green Bay. Nixon már a kickoff return pozíciót azt elnyerte, ugye Nixon egy csere corner. De most azt mondták neki, figyelj már, hordjál már vissza. Jó, kirúgás siker, akkor most a pantot is te hordod majd vissza, mert Amari Rodgers-et sajnos már kizavartuk az épületből. Christian Watson hiába néz vissza Calvin Joseph mellől, ez nem az ő útvonala, tehát ne várjuk el, hogy ezt megcsinálja jól. Egyenesen elindul, és hát akkor a endzomba szaladjál be, tehát ennyit lehetne tőle elvárni reálisan. Másik újonc játékos tud villanni, ő a Sam Williams, aki meg a Cowboysban pass rusholni szokott, odaér az irányítóra. Így akkor újabb pontnak vagyunk szemtanúi. Turpin halad vele visszafele, de hát ez a nagyeszű Calvin Joseph blindside block. Újabb ember, akit csak a draft pozíciója tart a csapatban. 14-esre kerül akkor a labda, onnan jöhetnek Prescotték. Malik Davis fut egy jót, na hát valaki azért kell, így, hogy nincs a Zeke. Ugye Malik Davis a Floridában volt futó, az ő cseréje volt a Damien Pierce, aki egy aránylag értelmes fiúnak tűnik. Dak Prescott grounding, szabálytalanság, ledolgozzák valahogy, hát ő elsősorban adja labdát a Schultznak is, CeeDee Lambnek is a pálya közepén, kijózanodott teljes mértében Dak Prescott. Ott a két érthetetlen drive után, most már várható tőle normális futball.
Ez a Davis gyerek, ő tud futni. Play action, CeeDee Lamb secondary mögé kerül, várja a labdát, jön, touchdown neki 35-ről. Oda szerkesztette quarterback, 28-14. Szokásos Green Bay mérkőzés, Green Bay mindig veszít. Elindulhatnak a nézők haza, de nem mennek haza. Valószínűleg mindenki a szomszéd utcában lakik, nincs olyan túl sok utca errefelé. Mivel a Packers csak futni tud, így most akkor Rodgers azt mondja, hogy jó, hát akkor én is megpróbálom. First down van. Watkins egy jó útvonalat fut, hát az nagyon gyorsan kihasználja Rodgers. Dobja neki a labdát, mert ritka, hogy ez egy Sammy Watkins eltalálja, hogy merre vezet neki a felrajzolt út. Az öreg Mercedes, na most hiába várják, nem gördül előre. Elsőkörös tehetségük. Lazard szemmel veri a labdát. Mi történik vele? Trayvon Diggs kivette? Vagy mi van? Ez hogyan lehetséges, Allen Lazard? Trayvon Diggs annyira rá tapadt. Hát erről ismerjük őt. 4. és 7. Christian Watson átszeli a pályát. Rodgers elé dobja. Leszedi. Touchdown. Hallod? Hát sose az a kérdés, hogy ott hagyja-e az emberét Christian Watson, mert hát nyilván ott hagyja. Tehát gyorsabb, fürgébb mindenkinél. Meg hát nagyobb is, hosszabb karjai vannak. Keze helyén azt szeretnék, hogyha egy ilyen kosarat ráerősítenének, és akkor all-pro játékos lenne. Tehát akkor így szaladna, benne lenne egy ilyen fonott kosár, Rodgers beledobna, állandóan bekerülne a defense mögé, hosszú társadalmak jönnének. Így, hogy neki a kezével kell megfogni, hát ez nyilvánvalóan egy kellemetlen része a futballnak, de amikor sikerül, hát akkor itt van, látod, működik. Messziről beveri az újabb touchdown-t Christian Watson. Kiváló képzést kapott ugye a Bisonnél. Nem annyira, mert ott nem gyakorolnak paszt. Ja, hát ez az. De hát mindegy, majd itt lassan belejössz, nem? Majd a playoffba, vagy majd a Super Bowl-on. Hát ott is lesz egy ilyen 5-6 touchdown-ot, hogyha így folytatod. Hát ez elég jó volt megint. Extra pont, éppen csak de bemegy. Hosszú pálya Dallas előtt. Jair Alexander kitakarja CeeDee Lambet, de Gallup mozgat egy másik párharcból. Pollard nem explozív, de hasznos, ami a földön való haladást illeti. Azért 8 first down nem lesz neki, ahogy végigmenjenek a pályán. Egyet tud megcsinálni. Prescottot zavarják, aztán elpantolják. Hát nagy meccs. Ettől, hogy most pont volt, hát emiatt, ugye, mert így most akkor egy labdabirtoklás és hátrányban lévő támad. 3. és 2. Christian Watson a sárga vonalon kér labdát, 2 yard kell, megvan. Hát büszkébbek rá, mint a 2 touchdownra. Christian, hallod, még így tudtál mozogni, tudtad, mikor jön a labda ütemből, kezeddel megfogtad. Hát nagyon megütögetik a vállait. Lazard előkerül egy screen passra. AJ Dillonnak aztán azt mondják, hogy figyelj már, hó van a másik térfélen. Mi? Siet eltakarítani egyből. Rohan arra fele, felező vonalat átlépi, megnézi, nincs is hó. Átvertetek. Fusson inkább az Aaron Jones. Fut az Aaron Jones tömegben, aztán elrohan a tömeg elől. Egészen a red zone-ig meg se áll. Tömeg iszonyos futó. Play action. Sammy Watkins behúzza, kicsúszik a talaj alóla. Na, Dillon megy, már hajszárítózza a füvet, utána átfut a száraz gyepen. Play action, Watson kéri, automatikus touchdown Christian Watsonnak. Hát mi lenne? Nagyobb, gyorsabb, finomabb kezű, most már azt is meg lehet állapítani, mint a defensive back-ek közül akárki. Hát ha ragad hozzá, hát megállapítható. És össze se ment közben. X az állás. Rodgers Watsonnak. Hát az új legendás kapcsolat. Olyan, mint a Jordy Nelson meg a Davante Adamsnek az ötvözete. Maradt akkor 2,5 perc döntetlen állásnál. Quay Walker a védelemben leüt egy paszt. Mélységi felfedezést azt Jair nem finanszírozza. 3 and out-tal lemennek. Hadd megnyeri a Green Bay. Hát lassan ott vagyunk, már megnyerik. Crosby veszélyes messziről, tehát nem kell a messzi, ha fél pályáig elmegyünk, onnan rárúgom, gondolja a Crosby. Jó van, üljön már le, papa. 3. és 9, Jones fut 9 yardot, 3. és 1. Aaron Rodgers
nagyon dobna, de nincs hova. Ott rengeteg pumpálást láthattunk. Nem mozog előre. Tehát meg lehetett volna az, hogy esetleg elindulna, de nagyon dobni akart. Nem tudja. Kezébe marad a labda. Pont. 16 másodperc. Nem elég semmire. Hosszabbítás legyen. Abba Dallas támad. CD megy a mélységi safety felé. Kapja a labdát. Ütést kibírja, amit ráosztanak. Jó. Beírják haladás. Pollard. Futtatása, egész jó, Tolbert, ki? Fontos ember, ugye, Jalen Tolbert, hát offside. Miért nem lehet offside? Hát ő támadó, lehet offside. Attól, hogy támadó. Hallod, ő átment ott a védőfalon túlra, oda állt be. Kérdezte, akkor mehet? Spori, mehet. Jó, és akkor onnan akar blokkolni. Hát észrevették, hallod, hogy kicsit előre csúsztál, Jalen. Melyik csapatban vagyok? Mondom, most szólsz. Hát mindegy, akkor majd passzokkal megoldják. Tony Pollardnak mehet a labda, nincs ebből semmi baj. Malik Davis futásánál viszont hát egy holdingot láttak a sólyom szeműek. Ahhoz kell, nincs végzettséged, nem láttad volna. Schultz második és 19-re, 15 yard. Harmadikra CD előtt Jair avatkozik játékba. Negyedik és 4 támadást mutatja McCarthy. Dekre rákapaszkodik a védő, nem tud rendesen passzolni. Hát akkor ez ennyi lett volna, jön a Green Bay. Aaron Jones alapozza a fotballt, harmadik és kettőre elkapart Lazardnak az őrzője. Nagyot menetel előre. De ahelyett, hogy bejönnek Crosby, még azért kicsit közelebb mennek, hát biztos, ami biztos. Aaron Jonesnak a rácsát meghúzza Fowler. Rodgers óriási flexelést bemutat egy ilyen közepes blokk után. Térdelés utána, akkor jöjjön Crosby, közelről beoxizza természetesen. Green Bay győzés. Lesz playoff? Hát figyelj, hogyha lesz elkapó, akkor igen. Hogyha nem lesz, akkor nem lesz playoff se. Mert hát hogyha van egy darab ilyen top wide receiver, mint a Christian Watson, akkor természetesen akárkit le tudnak győzni, ezt már láttuk tavaly. De hogyha csak ez ilyen kifutott egyszeri alkalom volt, hát akkor nem lesz, akkor ugyanúgy sír a labda tovább, mint korábbiakban. De azért azt hozzá kell tenni, hogy nem egyszerű, mert bőven negatívban vannak, és még lesz meccs Philadelphia ellen, Miami ellen, Minnesota ellen, Liga élcsapatai ellen, meg hát ugye csütörtökön a Tennessee Titans gárdája a következő. Úgyhogy azért is került be ez a mérkőzés mai adagba, mert TNF-re, akkor egy edukált tippet kellene. Hú, halljátok, nagyon közel voltam, hogy hárítsak, és azt mondjam, hogy Tekla válasszon. Már gondoltam, lerajzolom a G betűt, hallod, aztán mennyi válaszál valamelyiket, mert nem tudom, mi lesz. Hivatalos tippem az az, Thursday Night Football-ra nem tudom, mi lesz. De mivel kell választani csapatot, így azt mondom, hogy Matt LaFleur-nak nem lesz bosszú mérkőzése. Korábbi Titans OC, Matt LaFleur. Igen, Liga 17. Total offense volt a Titans, amikor elhívta a Green Bay head coachnak, azt nem igazán értettem. Ő ebből a Mariota Tannehill átformálásból nem vette ki a részét tökéletesen. Úgyhogy most volt csapata ellen megy csütörtökön. Rövid felkészülés. Azért a korábbiakban Green Bay erőteljesen nyelte a futást. Derrick Henry jön. Rövid hét, nehéz felkészülni, nehéz beleállni, emocionális győzelem után felvenni a ritmust, rákényszerülni, hogy most akkor kemény kontaktok legyenek este. Kedvez a Titansnek ez a fajta rész, ráadásul ezek nagyon egybe vannak. Mindig megtalálják, hogyan kell győzni. Rayből kiszedi a seggéből a dupla V-ket akárki ellen. Green Bay nagy meccs, elvileg ugye hát híres csapat. És hát a nagy derbiken mindig felszívja magát a Titans. Úgyhogy azt mondom, nyer a Titans. Kérem szépen, ritkán szoktam, állandóan tamáskodok velük kapcsolatban, de most már abba hagyom. És feltételezem, hogy ez a Christian Watson teljesítmény, ez egyszeri és megismételhetetlen volt. Hát egyetemen se volt ilyen jó meccse soha a másodosztályban. És hogyha ez meg nem ismétlődik meg, akkor a Green Bay ugyanott van, ahol korábban. És hogyha nem kapnak ajándéklabdákat,
Rudy Fordnak nem osztogatja oda Tannehill, akkor szintén bajban vannak. Szóval itt azért több alapon meg tudom ezt fogni, hogy egy akkor edukált Titans tippel menjek, de mivel az előző két hétben egyaránt negatívba zártam, és több tippen ment el, mint amennyi jött, ez nem biztos, hogy teli találat lesz. Dallas, hát figyelj, Dallas az biztos, hogy bejut a playoffba, hogyha Prescott nem fagy le ilyen gyakran, ilyen sokáig, mint ahogy ezt megtette ebben a két drive-ban. Az endzone pick-kel, meg az, hogy helyzetbe hozta az ellenfelet a saját térfele közepén. Hogyha azokat itt elfelejtettük volna, hát akkor ez könnyű Cowboys. De hát megtörtént. Ritkán szokott azért ilyen baromságokat csinálni, úgyhogy tételezzük fel, hogy ez is egy ilyen véletlenszerű dolog volt, nem pedig mint ahogy elfelejtett fotbalozni. Szóval Cowboysnak hát ez most elment alapvetően, de Monday Night Football eredménye tetszett nekik. Úgyhogy majd még fentebb dolgozzák magukat. Lesznek mérkőzések, amikor jobban ki tud majd dudorodni, hogy azért a védelmük jobb munkára is képes, mint az itteni pontszám alapján az átlagember gondolná. Nagy csoport ellenfelekkel, akkor menjünk tovább. Giants-Texans találkozó a következő, ami elém került. Tre'Mont Smith kiváló kirúgás visszahordással kezdődik a meccs Texans szempontjából, ha Charles Davisnek hallom a hangját. Azaz hogyan lehet? Tehát azt kell tudni, hogy ugye ők a másodikak CBS-en, akik meccset kapnak, tehát a második legrangosabb meccset viszik el a fordulóból, az hogy jött ki, hogy ez a Texans Giants? Tehát már az, hogy a tizedik környékére beraktad volna, az úgy reálisnak hangzik. Mert akkor az elsőn hol voltak? Ugye a rómaiak voltak a Jaguars Chiefs meccsen. Tehát ők választanak először, tehát ugye a Romo meg a Nance azt mondják, hogy hát figyeljetek, mi akkor kimennénk a Jaguarsra, és akkor a második helyezett az Eagle meg a Charles Davis azt mondják, jó, akkor milyen a Texans? Jó, akkor tietek a Texans. És akkor így, hát akkor nívós stábbal ezen a mérkőzésen. Jól tudom, a Giants szuper pozitív mérlegű, hát azt muszáj látni. Mindenki támadja a backfieldet. Így a Giants védekezésről beszélgessünk. Nincs annyira beszarva Martin Dél, hogy hátul egyedül maradnak a Davis Mills-szel szemben a védők. Pierce-t ledolgozzák, letapossák a földre. Davis Mills úgy szintén, na hát akkor ez lenne itt a terv, fiúk. Akár irányító, akár futó, akinél labda van. Mindenki menjen rá. Three and out. Saquon Barkley tesztelés következik. Előrefele megy, de hát nem eléggé. Az a Texans nehezen védi a futókat, majd most meglátják azért. Saquonnak sokszor odaadják, hogy ez derüljön ki. Kell a passz azért a Vandale Robinsonnak, hogy first down legyen. Nick Gates állandó hatodik falemberként így motionölget, és azzal próbál segíteni, hát felépült ugye nagyon durva sérüléséből Nick Gates, úgyhogy most hát nehéz bekerülni ebbe a falba, de hatodik számúként természetesen ott lehetsz. Ritka, hogy ez pont egy center legyen, de hát játszott ő már sok mindent. Második és 12. Playfake után Slayton 30 yardot csinál. 10 plusz 20 leosztásban. Megalapozzák a play action-t jó sok Saquon Barkley érintéssel, úgyhogy utána mehet a Slaytonnak gólhelyzet. Rollout, Cager kéri a labdát, touchdown. Egy hónapja gyakori lit Lawrence Cager. Preseasonban jó benyomást tett rám, akkor még a Jets játékosa volt, elkapóból tight end-é képződő játékos, dinamikusan ment a labdával. Most itt kihasználja Bellinger, még mindig küzd a szemével. Daniel Jones mindig jól adja a labdát, szóval egy valamit lehet biztosan tudni. Giants meccseken Daniel Jones nem fog hibázni. Minden más az ugye változó. Nico Collins meggyógyult a Texansban, de hát fogják a lábát, nem menekül előre. Morrow meg is akadályozza, hogy lehúzzon egy másik indítást, és labdához férjen. Three and out a Texansnak. Galladay a pályán. Kenny Galladay. Ha ő még itt van, még a ligában van, még a Giantsben. Hiába dob neki Daniel Jones. Ez a drive ez nem sikerül.
D-ból egyből idegbe van, azt láttátok, hogy kiabált a támadó fallal. D-ból, nem ezen play után, de hát nem sokára. Elpantolják ugyanis. Az azért ritka, ugye, mert hát ugye támadó fallal, általában támadó fal edző beszél, aki általában támadó fal háttérrel bír, és hát szintén ezáltal egy ilyen nagy darab manus, D-ból meg ugye ekkora, és akkor ott üvöltözött a nagyfiúkkal, hát az nagyon tetszett nekem. Aztán lehet, hogy a D-ból is játszott támadó falban még, amikor gimnazista volt, de hát nem hiszem, mindegy. Three and out van, az biztos. Cooks a pálya, nem ezeknél, meg Texans. Megbocsátottak neki. Ha itt van már mindenki, a komplett sérült lista aktiválódik lassan. André Johnson-t várom, hogy akkor mikor megy be. Brandon Cooks, akkor itt a sértődésnek vége van. Pierce-t lenyomják Williams-ék rendre, úgyhogy nem is árt, hogyha mindenki ráér. Azért Leonard Williams-éket nehezen taszigálod odébb. Ez a legrosszabb meccs kezdet idén. A Houston offense-től 3 darab 3 and out. Úgy kezdik a meccset. Az első fordulóban a Colts ellen, ott is azért így kezdődött, de azóta igen jó fociznak. Mert legalábbis nem pontolják el. Na Galladay zsebkendőnyi területen labdát kap Daniel Jones-tól. Tessék, elkapás Kenny Galladay. Egymással kellett volna cserélni, hallod, azt számolgatom. Kenny Galladay, hát nyilvánvalóan nem kell. Brandon Cooks hisztizik, jobb csapatba akar menni, hát egymással elcserélted volna. Dobsz egy pikket Kenny Galladay mellé. Na mit szólnál? Az a baj, ez a hülye Texans, ami első kört kér minimum a Cooksért. Ja, jól van akkor. De nem kell, mert a Giants újjáépít. Szóval nekik nem kell ilyen öreg játékost, ja igaz. 6-2 a mérlegük, de mindig elfelejtem újjáépítenek. Futott first down, van nekik. 3. és 2-re rövid Barkley. 4. és 1. Bemennek 8 támadófal játékossal, hát New Orleansban keretben nincs annyi. False start. Jó, akkor pont. Pierce rátalál az első first down-jára, na megjön az étvágy akkor. Nagyobb rést kihasználva, 40 yardot repeszt előre Texans futója. Vörös zónában visszaáll akkor a világrendje, csak field goalt engedélyeznek az óriások. 38-ról betalál Fairbairn. Barkleyból is kiszakad egy nagyobb futás. Az csak ilyen 25 yardos, de ahogy kitalál a szélre, onnantól már van előtte hely. Ez a mai taktikát azt nem nagyon gondolkodja túl a D-ból. Tehát az tisztában van vele, Texans az ellenfél, sallangmentes fotball, egyenlő dupla V. Tehát itt a más mérkőzéseken azért nyilván próbálja az ellenfelet meglepni, próbálja a százalékpontokat csavargatni, de hát itt most első alkalom, hogy favoritként mennek ki. Vagy volt már? Idén olyan, hogy a Giants nagy favoritnak számított? Nem emlékszem rá. Minden esetre a Texans ellen mindenki az. Úgyhogy D-ballon is azt látom, hogy olyan fiúk itt 3 play-t, hogyha megforgatunk, akkor meg lehet ez a mérkőzés, ne lőjük el a jobbakat. És ebben teljesen igaza van. Csak hiba ne legyen. Az meg hát a Giants-től évek óta nem volt. Sok futás, akár Breedával, Van Dale Robinsonnal, van a backfielden, persze. Volt ő futó Nebraska-ban. Kreatívkodik Van Dale, mínusz 5 yard. 3. sack. Hát akkor így még field goal se lesz. Pedig már közel volt, hogy ott lendített volna Gano. Gillen akkor jön egy nagyon magas, ám de rövid panttal. Hány yard volt az a pant? 13. Pierce már mutatott valamit, akkor várjuk Davis Mills is mutasson valamit. Check down mágnes, Ogunbowale mondjuk nem jó jel, hogy pályára kerül, mert ott meghal a fotball. Amennyiben Darré véletlen a gyepen van. 3. és 4, az nyilván a Damian Pierce-é. Lefogják. 4. pont. Az elmegy a 2-esre. Desmond King elhúzza Slaytont, így nem kell a 2 minute warningnál átrúgni a labdát. Biztos amúgy riadtak miatta, hogy fú, hát ad ilyen 2 percet adunk még a Davis Millsnek, ne, de végülis akkor nem kell adni. Maradhat a Giantsnél, hát kifújod a levegőt. Slayton fog labdát, Galladay taszítja. Ó, Kenny Galladay. Esetleg visszamennél Detroitba? Ahhoz mit szólnál? Hát ott milyen jó voltál, nem?
Na, Denkenből mondjuk tudna motiválni. Egyrészt ingyen fociznál, tehát ott nincs ilyen, hogy valaki túlfizetett. Ó, fiú, mit szólna lemondanál a pénzről? Aztán így esetleg elejteni a labdákat, nem lenne meg a motivációd most már, hát akkor ismer egy módszert rá, mester. Úgyis az lesz, majd elmész a Staffordhoz a Ramsbe. Jó, csak vágnának már ki. Hát ezek nem vágnak ki, nem segítik az ellenfelet. Harmadik későt, Hudson még a sárga vonal előtt egy centivel lenyomódik. Pont. Egy perc az órán, na akkor kell rettegni a Davis Mills-től, derítsük már ki. Checkdown-októl maximum. Rex Burkhead-nek oda dobja a checkdown, 15 yardot megy. Hát hol volt ezelőtt? Tehát hogyan lehetséges az, hogy a Dare Ogumbo válét hamarabb beküldték, mint a Burkhead-et? Mert figyelj, ilyen passz szituáció van tutira. Burkhead WC-n van? Vagy hogyan lehetett, hogy nem őt küldték be? Mindig őt küldik be. Még 20 yard kellene, hogy rúghassanak. Na, lesz belőle mínusz 4. Jahad Ward-nak a szekje után. Mills, mert ő még várja maga D-bolját. Tehát itt átnéz a másik irányba. Ó, Daniel Jones, hát te se voltál egy jó játékos, ugye? Én sem vagyok az. De majd egyszer eljön az én D-ból bácsim is, aki majd összerakja a rendszert körém. Lehet sose jön el. Jaj, tényleg? Hát, lehet, hogy téged majd jövőre kirúgnak, Davis. Te hogy kerültél ilyen sokáig a csapatba? Hogy maradtál benn, Daniel? Én se tudom. Sérült voltam. Ó, mondjuk a segít, meg kiválasztottak korán. Top 10-ben. Pedig hát ugyanúgy harmadik körös tehetség vagyok, mint te vagy, Davis. 23 másodperc az órán. Akkor még támad a Giants. Daniel Jones, mennyi ne beszélgessé, mennyi támadja. Hudsonnek jön a first down, Jerry Hughes strip sack. Jó, hát sokat akar a szarka azért Giants. Jó lett volna ott a térdelés. Szünet. Barkley pihenten, akkor erős kezdés, narancs dolgozik a szervezetben, 3. és 9. Dr. Jones kidobja nyomás alól, Pitray mellé ugrik Slaytonnak, 54 yardos touchdown bevisz, Darius Slayton, újabb hosszú play a részéről, hosszú touchdown, félpályán túl DJ-től. Hogyha Giants Drucker lennék, nekem a Darius Slayton lenne a kedvenc játékosom. Hát ekkora csapatember, nincs még egy halott. 2,54 millió dollárt keresett volna utolsó évében a rookie szerződésének, és azt mondta, inkább itt maradt 965 ezerért. Tehát a szarér úgy ér, azt mondta, figyelj már, nekem ez is sok, bármennyiért lemondok, csak hat játszak itt. Hát ez, csókolgatja a logót, érted? Hát mit akarsz, még szurkoló vagy? 14-3, bevitte messziről. Megint a jobb mérlegű csapat villan meg. Hamarabb, mint a rossz mérlegű. Na hát nem esik pánikba Pep Hamilton. Texans támadó koordinátor, nyomják, amit tudnak. Várják Pierce-től a csodát. Heti tight end, Texansba, most Aikins. Ő arra szól előre. Aztán Mackal Nico Collins, aki McFadden kezéből felpörgő labdát találja meg a Giants 34-esén. Play action Aikinsnek, jelentős haladás, plusz Roughing the Passer, Dexter Lawrence részéről. Gól helyzetben delay. Ó, tehát nem segítetek magaton, Houston. Magatokon. Olyan ritkán vagyunk itt a gólvonal előtt, nem tudjuk, hogy mit kell behívni. Hát igen, az mondjuk kellene rutin. Edzés van, kártya. Mert Nico Collins így is beelőzi a morót, úgyhogy Mills elé dobja, touch, kihasználja, itt a csattanós válasz. Kaptak egy TD-t a Slaytontól, tessék, itt van, megdobja Davis Mills. Tudtuk azt, hogy ezek itt majd válaszolgatnak egymásnak. Ritkán hibázó Daniel Jones maradt higgadt, Van Dale-nek szállni egy labdát a sárgára, Barkley-nak van egy kis helye, abba ő egyből belemegy. Houston térfelén Hudgins kerül elő, na ez egy erős klémölés. Ő is a preseasonban igen jó focizott, már többször ugye Buffalo Bills színeiben, és elragadta tőlük a Giants. Most a David Seals inaktív, úgyhogy hát már előre léptek nagyjából azzal, hogy ez a Hudgins gyerek játszogat, mert egyenes vonalban ügyesnek néz ki, meg jó felépítése van. Elkap egy 25-öst. Daniel Jones oktat 3. downon, szinte minden sikerül. Breida eljut a 7-esre, Barkley pedig a célterületre. 21-10. Hát ennyi pontot nem csinál a Davis Mills. 21-et.
Hát azzal lenne ugye döntetlen. 22-vel lehetne nyerni, de hát az, arra nem is gondolnak. Pierce azért robotol. Liga 5. Damian Pierce futott yardokba jelenleg, szóval hát készül a medál. Ott a Houstoni PR-eseknél csinálnak valami díjat ennek. Cooks felé sikertelen a gránát. Add át a szalagot. Brandon Cooks leszedik róla a CK szalagot, mert rinyált. 3. és 10. Na, kinek adja? Adod a Pierce-nek. Az újonc Pierce-nek. Hát 5. legjobb, ott futotta. A 5. legtöbb az mondjuk nem rossz. 3. és 10. Ogunbowale. Alibi, ha már bele akartam szőni a nevébe, hogy alibi, de nem. Ogunbowale, sikerül az alibi. Hát ez a lehető legritkább, ugye? Dexter Lawrence jól megbünteti ezért Davis Mills-t egy szekkel. Egyrészt yardvesztesség szempontjából hát nem jó, másrészt az, hogy rád fekszik, az szintén nem jó. Szabályosan fekszik oda. Akins, Titan Screen, eltartja magától Beltont, nagy culának számít ugye Akins, magasan van a súlypontja, de mindegy, szinte az egész térfelet átszeli, ahogy ott helyet talált magának. Pierce, fumble. Nem tudják kihasználni adódó lehetőséget. Jalen Smith-é lesz a labda. Azért egy kicsit örülök a Jalen Smith-nek, megmondom nektek, hogy azért talált magának újra csapatot, ahol azért számolnak vele, mert hát ő azért nagyobb tehetség annál, hogy a ligán kívül tengődjön. Saquon Barkley 3 futás, 9 yard, pont. Jó az, tehát itt alapvetően a koncepció az jó, hogy hát nem sikerült, elrúgjuk, Texans az ellenfél. Igen, maga a pont az nem jó alapvetően, de hát most mindegy. Nico Collins, hamar újra a Giants 40-esre sertepertél. Cooks, végre elszakad egy kicsit. Mills meglátja, 25 yard, felhúzza konzervatív átlagát. Brandon Cooksnak egy touchdown is összejön, de szabálytalan a Houston többször. Úgyhogy 2. és 25-re Mills előre vágja, nyomás ellenére nem túlságosan szép a mozdulat, könnyű interception így a Dean Beltonnak. Dorsett helyett az ő kezébe kerül a labda. Barkley statisztikai pumpálásra egy ideális szituációt kapunk. Pár jóféle megindulás után egyszer azért lekapcsolják, így 3. és 10. Arra jön az első scrambling. Az egész mérkőzésen Daniel Jones-tól sikerül. Következő hasonló, az már nem, ami 3. és 10 lenne, ott Cashman lekapcsolja őt a linebackerek közül, úgyhogy pont, de az legalább jó mélyre. Most úgy néz ki a matek, hogy egy 8-assal, meg egy 3-assal hosszabbításra, meg döntetlenre tudná a Texans hozni. Hát az a céljuk, ugye, ilyen szűk 5 perc alatt elrontani az ellenfél mérlegét egy X-szel. Chris Moore erős kezdés, 22 yard jakozás. Collins és Damian Pierce kevesebb, de hát azok is first down-ok. Nico Collins többször is tud first down-t szerezni, úgyhogy hát nagyon sokat számít az, hogy azért a pályán van. Előző meccsen ugye Philadelphia ellen nem volt ott, normális szélső elkapója nem volt ezáltal a Millsnek. Mire feljavul majd a Texans, mint játékos keret, mint franchise, hát addigra ő biztos, hogy lejár a szerződése, aztán elmegy, de itt azért a jobbak közé számít. Dorsettel könnyebben elbánnak a védők. Zimines odaér az irányítóhoz, megüti Millsnek a karját, de hát így is egy előre paszt mutat be. Nincs fumble. Pierce elkapásban sincs elveszve. Hasonló lelkesedéssel beszélnek róla Texans drukkerek, mint ahogy Barkley-ról beszéltek annak idején alsóházi Giants kapcsolatában. A szurkolók, hogy hát micsoda futójátékos ez a fiú, hát igen, csak 5. körbe vitték el. 3 percnél vörös zónás látogatás. Vinovics bíró úr egyébként Negroval a szájában vezeti a meccset. Ez így a 4.-4. vége felé már kezd zavarni. De hát most mit csináljon, érted? Kapar neki a torka. Hosszú mérkőzés, sok ideig tart, hát már nem bírja tovább. Míg ezt figyelgetem, elfogynak a Houstonnak a próbálkozásai. Jön Fairbairn 4. és 8-ra, berúgja 13-21. Talán pont ez volt a tippem. Mondjuk rossz tippjeim vannak, de talán ezt be is mondtam, hogy valami ez lesz a végeredmény, 21-13, vagy ezt csak képzeltem. Mindegy, onside kick rövid.
két Houstoni időkérés még van, meg two-minute warning is van hátra. Saquon Barkley becsúszik belül lőtávolságban, de hát harmadik és három az nem jön össze. Dayball megnyereti Kánóval a mérkőzést. 49-ről betalál a kapuba. Két labda birtoklás a különbség. Formalitássá válik az utolsó két perc, gondolom én. Azért Mills még kihasználja, hogy a bóják ellen focizik. Ez nem menti meg sajnos a karrieredet, Davis. Hiába húzogatott fölfelé, a Texans, hogyha felül lesz a drafton, akkor jönni fog a quarterback, de hát hogy egyéni sportolóként gondolkodsz, akkor talán. És majd elmész máshova. Hát még egy field goalt valahogy még betuszkolnak, és akkor egy újabb onside-kick. Az az Adoree Jacksoné lesz. Talán volt szekje is, hogyha jól láttam a számot előtte. Úgyhogy 7-2 a New York Giants, 2008 óta ez a legjobb idény kezdetük. Nem ez a legjobb csapatuk 2008 óta, azt mondjuk én inkább hozzátenném, de hát most mindegy. Monday Night Football eredménye tetszett nekik, Dallas meccs szintén tetszett, úgyhogy jönnek felfele, csoport elsőség a cél, nyilvánvaló. Figyelj, a McDermott is így kezdett Buffalo-ban, hogy építkezni akartak, jó, hát első év, nézzük át, nagyon sok játékos megfordul a keze alatt, aztán hát véletlenbe jutottak a playoffba, 9-7-es mérleggel. Utána meg álló csillaggá váltak. Hát ez a terv itt a Giantsnél is, tehát most ilyen össze-vissza felállásban vannak, bemutatkoznak egymásnak, nincs állandóság, de mindig nyernek, aztán lehet lesz egy véletlen playoff. Továbbiakban meg szupererős csapat, hát meg nyilván lesz playoff. Houstonban nem ez a terv, náluk nincs semmilyen terv. Jó, végére értünk mai mondandómnak. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, bár az is a mondandóm része, hogy köszönöm, meg a pártoltalóknak is, akik támogatják a csatornát, nekik különösen köszönöm, hogy ezt megteszik a patreon.com-on. Maradék négy mérkőzésről lesz szó, tehát azokat nem hagyom ki, majd valamikor türelmeteket kérem, aztán nézegetem, és amint tudom, akkor jövök vele, jelentkezni fogok, ugyanitt, youtube.com. Találkozunk azon is, mára ennyi, szevasztok!